Sziasztok, én KDS vagyok, és szerintem már mindannyian találkoztunk a Fortnite játékosok legidegesítőbb típusával, ami nem lenne más, mint a passzív játékos. Általában, amikor rálövünk az ilyen playerre, egyből beboxolja magát, és addig onnan ki nem jön, míg annyi időt nem vesztegettek el, hogy mindketten meghaltok a körbe, vagy amíg te próbálod kiszedni őt onnan, le nem snipolnak téged. Ezt a videót úgymond két részre osztom, lesz az első fele az explozívokkal való bejutás, a második fele az meg úgymond a csákánnyal való bejutás lesz. Kezdjük az egyszerűbbel, azaz az explozívokkal. Ha van valami robbanó fegyver nálad, akkor nincsen nagyon nehéz dolgod. Ez a robbanó fegyver lehet rocket launcher, quad launcher, grenade launcher, meg minden, amit el tudsz képzelni, dinamit, gránát, akármi. Ami persze benne van a játékban. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, de a piramis elemnek 4 oldala van. Ha rakétavető áll a rendelkezésedre, akkor ezt kell kihasználni. Hiszen ha az egyik oldalára ráállsz a piramisnak, és egy tetszőleges oldalra lövöd a rakétát, akkor úgy veszi a játék, hogy egy fal van köztetek, és nem fogsz kapni robbanási sebzést, azaz nem fogod felrobbantani magad, de az egyszer-egy az teljesen elpusztul, és a srác azt se fogja tudni, hogy hol van. A rakétás trükk ellen egyszerűen lehetetlen építeni. A robbanó anyagok másik esete, ha gránát, gránátvető vagy dinamit van nálad. Ugyanúgy, mint az előzőkhöz, ehhez se kell túl nagy skill. Fel kell, hogy menj az egyszer egyes tetejére, majd építs két egymás melletti falat. Ha ez megvan, akkor a sarokba küldj be egy gránátot vagy dinamitot. Ezután csak állj a piramis másik oldalára, és várd ki a robbanást. És most jöhet a csákánnyal való bejutás. Van, amikor csak ellopod az ellenfél falát, és van, amikor teljesen bemész az egyszer egyesébe. Az első tipp, ami nagyon hasznos lehet, az az, hogy a padlót ki lehet ütni a tető alatt. Ehhez nagyon egyszerűen csak a legszélét kell ütni a tetőnek. A második trükköt jól lehet kombinálni az elsővel. Képzeljétek, hogyha egy egyszer egyes box fölé raktok egy turretet, akkor már nem bír az ellenfél rárakni tetőt. Ha a kettő trükköt szeretnéd kombinálni, akkor csak annyit kell tenned, hogy kiütöd a padlóját a teteje alatt, majd fölé raksz egy turretet, és az egy dolog, ami el fog választani titeket, az a te padlód lesz, amit szabadon editelhetsz. Mi történt? Hol vagy? Mi van? Mi a fasz? Hogyha próbálod úgymond ellopni az ellenfél egyszer egyeséből a falakat, hogy te bírd editelni, akkor ezt a trükköt biztos sokszor fogod használni. Nem mást kell tenned, mint hogy egyszer beleütsz a falába, raksz egy lépcsőt, így ő azt hiszi, hogy fölé fogsz menni és a tetőt próbálod kiütni, de azt nem tudja, hogy ha a kritikál pontot ütöd meg, akkor lépcsőn keresztül is kibírod ütni az ő falát. Valószínűleg azt csinálom, amit gondolom. Na, hogy te meg a faszom. És most jöhetnek az azzal kapcsolatos trükkök, hogy hogyan tudsz konkrétan bejutni az ellenfél egyszer egyesébe. Két különböző módszert mutatok arról, hogy hogyan sétálj át a falon. Az első a padló segítségével. Ehhez csak annyit kell tenned, hogy a padlódat egy negyedébe editeled, és így, ha folyamatosan sétálsz neki a falnak és ütöd, akkor át fogsz menni a falon. Na, valószínűleg most is valami trükk. Oh! Mi történt, geci? A másik a piramis segítségével. Ehhez csak annyit kell tenned, hogy beállsz egy fal tövébe, és magad alá raksz egy piramist. Mivel te még benne vagy ebben a piramisban, ezért ez még nem lesz megszilárdulva, ezért át lehet majd menni rajta. Fontos, hogy ne nagyon mozdulj meg csak előre, mert különben megszilárdul a tető, és így nem fog működni a trükk. Szóval akkor benne állsz a még meg nem szilárdult tetőelemben.
Annyit kell tenned, hogy nyomod a W-t, és ütöd a falat, és egyszer csak át fog dobni ez a tető az ő falán. Mára az utolsó trükk arról fog szólni, hogy felülről hogy ess be az ellenfél egyszer egyesébe. Ehhez annyit kell tenned, hogy felmész az egyszer egy tetejére, egymás mellé raksz két falat, és beállsz a sarokba. Kiütöd a tetőt, és amint az ellenfél visszarakja azt a tetőt, te már benne fogsz állni, ami azt fogja jelenteni, hogy nem szilárdult még meg az a tető. Ezért már bírod az alatta lévő padlót ütni, és mivel az ellenfél a tetőt tartja, te átesel az egész egyszer egyén. És el is érkeztünk a videó végéhez. Remélem tanultatok valamit, és ha igen, akkor ne felejtsétek el megosztani a haverjaitokkal a videót, hogy ők is tudjanak ezekről a tippekről. De előtte ne felejtsétek őket megszívatni Playgroundban, csak utána osszátok meg a videót. Én KDS voltam, sziasztok! Ja, és Support a Creator Code XD kötél KDS, köszönöm. Micsoda? Miközben elmúlt a szizik, ilyen hopp, hopp. Most már nem szórakozunk. Igen, nézd meg, vagy csak ilyen.